Szia mindenkinek! Hát, mit látunk ebben a leckében? Számneveket, ahogy mondják, tetszik, szeretem, és elég, eléggé, és elég. Hát, bocsi, ha sokat-sokat vártatok, de a magyarom nagyon változott szerintem. A kiejtésem jobb, és általában most adhatok jobbik leckéket. Legalább azt remélem. Számnévek. Uno, due, tre, quattro. Nem pá, mit hallottam angyalos démonokban. Cinque, ugyanaz nem cinque, mint a papa mond. Sei, ugyanaz, mint te vagy, tu sei. Sette, otto, nove, dieci. Do undici. 12, 13, 14, 15, 16, 17, itt változik, 18, 19. Hát itt láthatjuk, hogy 16-ig, a 10-ig később, majd előtt 19-ig, 19-ig. 20, 21, nincs i, hát nem 21, 22, most igen. És a többi 23, a hangsúly kell, mert az utolsó szótágra esik. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hát van 20, amikor a második számnév egy másról hangszóval kezdődik, amikor a magán hangszó van, nincs az i. Hát az ugyanaz a másik szám névekkel. Trenta, figyelj, trentuno, de trentadue. Quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta, cento, centouno, o cento mindig marad. Duecento, trecento, satopi. Vagy majd mille, duemila. Majd mindig számnév és milla, mert ez a latinból jön. Milla, milia, olaszul milla. Hát 10 milla, 20 milla, 50 milla, majd 1 millione, 1 miliardo. Szörnyű szó, ugye? Azt nem szeretem. Azzalában nem szeretem az értett a szavakban. Majd valami könnyebb. Szeretem, mi piace. Amót is mondhatják, de mi piacet Jakob Brandhoz náljuk. Hát mondhatsz amó giocare, szeretek játszani, amó dormire, szeretek aludni, de is mi piace giocare, mi piace dormire, ez csak mind magyarul. Nekem tetszik valami. Mi piace qualcosa. Nagyon egyszerű, szerintem. Ez a tetszeni ige olaszul. Piacere. Io piaccio, két c. Io piaccio, én tetszek. Tu piaci, te tetszel. Lui, lei piace, ő tetszik. Noi piacciamo, nagyon ritkán használt. Mi tetszünk, voi piacete, ti tetszetek. Loro piacciono, ők tetszenek. Hogy mondják nekem, neked, stb. Hát, két módon azt mondják. Ame, mi, nekem. A te, ti, neked. A lui, gli, nem li, gli. Mert majd látni fogunk, hogy li egy másik jelentés. Egy másik jelentése van. Hát. A lei, le, neki. A noi, ci, nekünk. A voi, vi, nektek. A loro, gli, nekik. Általában használj mindig a mi, ti, stb. Mert például, mi piace la musica, szeretem a zenét. A me piace la musica, én szeretem a zenét, nekem tetszik, nem neked.
Hogy azt jelentné is, hogy szeretem a zenét. Szeretem, nem utálom. Hát, mi piace la musica, vagy a me piace la musica. Hát a hangsúly változik, de ez kicsit nehéz. Hát, szerintem most elég. Hát, ha bármiről kérdestek van, írj meg, és szívesen válaszolok. Szia! Ha van valaki, aki egy magyar nyelvjárást, mint a palót, szólt, a székelyet, vagy a csángót, stb. Beszél, nagyon szeretném többet tudni a nyelvétekről. Szia!